Szabadkaszon itt vagyunk a Női Zóna sátornál, ahol különböző előadások lesznek, és hamarosan Tatár Csilla fog motivációs előadást tartani. Miről fogtok beszélgetni? Az én témám az anyaság és a sport összeegyeztetése, meglepő módon, úgyhogy az Esztivel erről fogunk beszélgetni. Abban nem vagyok egyébként biztos, hogy ő is a színpadon marad, amennyiben elmegy, akkor motivációs előadás lesz ebből a beszélgetésből. Mi az, amit ilyenkor a legtöbbször megszoktak tőled kérdezni, és ami a legnagyobb kérdőjel így az édesanyák számára? Hát hú, amit a legtöbbet megszoktak kérdezni, az egyik az, hogy mennyire vágytam arra, hogy visszanyerjem az alakomat szülés után, semennyire nem foglalkoztatott. Tényleg, tehát hogy ez a naunt kérdés volt, miután megszületett a Milán. Nem véletlen vettem föl a daladásába a My Body My Rules-os pólómat, mert azt gondoltam akkor is, és most is ezt gondolom, hogy nem lehet téma egy frissen szült nőnél az, hogy hány kiló és hogy néz ki. Engem ez egyáltalán nem érdekelt. Az érdekelt, hogy tudjak szoptatni, és olyan ételeket tegyek, amitől nem fáj a gyerekemnek a hasa. Ez pedig nyilván nem a saláta volt. Úgyhogy ezt gyakran meg szokták kérdezni, mert a futással kapcsolatban merül fel időről időre, hogy hogy fér bele az időmbe. És én ezt is tök őszintén el szoktam mondani, hogy az elején egyrészt én se álltam még készen rá, tehát mire nekem a testem regenerálódott, a belső szerveim visszakerültek a megfelelő helyre, meg úgy egyébként így testileg, hormonilag helyreálltam, az azért több idő volt. Úgyhogy nem kell rögtön szerintem mindenkinek elkezdenie intenzíven sportolni. Én akkor kezdtem el a futást ilyen napi rendszerességgel, amikor a Milán ovis lett, mert tudtam, hogy akkor az már egy olyan rendszer lesz az életünkben, amit tök jól ki tudok én is számítani. Nyilván ebben az nincsen benne, hogy a gyerek beteg lesz, már pedig az ovi kezdetén egy hét, ovi két hét otthon. Ehhez pedig annyi kell, hogyha van segítséged, aki egy órára át tud jönni, akkor tudsz futni. Ha nincs, akkor sajnos nem, úgyhogy ez sem kivitelezhető egyedül. Az ember a függetlenségét elveszíti, amikor anyuka lesz, de hát na és. És hogyan alakítottad ki saját magad számára a táplálkozást magadnak és a családodnak? Tehát, hogy ezt hogy tudod összeegyeztetni? Hát, amikor a Milánnál megkezdtük a hozzátáplálást, akkor iszonyú büszke voltam magamra, mert nagyon jó ételeket csináltam neki, ugyanis marha egyszerű volt, mert mindent pároltam, és akkor nem kellett semmit fűszerezni, betettem a párológépbe a különböző idény gyümölcsöket mondjuk, vagy zöldségeket, hússal, amivel éppen kellett, megcsináltam, összeturmixoltam, imádta a gyerek. Most már egy nyomorúságos kudarc, tehát alig bírom leállítani a kinder tojásról és a gumicukorról, úgyhogy így ebben így elvesztem, de tök jól leszik a gyerekem, tehát megeszi a sóskát is és a spenótot is főzeléknek, a zöldségeket nem annyira, de mellette marha sok édességet eszik magamhoz képest, de nem tudok vele mit csinálni. Tehát amikor az oviban van mondjuk Mikulás ünnepség, vagy most anyák napján, ugye mindenki kapott cukorkát, hogy mondja el a versetet, most nem fogom azt mondani az óvónőknek, hogy az én gyerekem nem ehet, amikor mindenki más ehet. Úgyhogy ez a kérdés majd, ezzel most úgy vagyok, hogy biztos majd megoldódik egyszer, meg ha játja a jó példát, akkor majd úgy is, majd nem tudom, én is rengeteg édességet ettem gyerekkoromban, úgyhogy, és most már nem eszem. Úgyhogy a Milánnal most itt tartunk, mi a férjemmel meg nagyon figyelünk rá. Én nem eszem hús, csak tengeri herkentjüket, a Balázs ő eszik mindent, de a húst ő is mértékkel, úgyhogy szerintem így az étkezésünk az tökre rendben van. És esetleg fordultál olyan trükkökhöz, technikákhoz Milánnal kapcsolatban, hogy nagyon sok úgy anyuka azt csinálja, hogy nem eszi meg a gyerek a zöldséget, a gyümölcsöt, a salátát, és akkor különböző kis formákat tesz ki, megrajzol vele így a tányéron, hogy valahogy kedvet csináljon hozzá, hogy megegye. Mit gondolsz erről, ezekről a trükkökről? Figyelj, pont tegnap tettem, szóval ezt én nem csináltam. Szóval én azért így elég sokszor elrontok dolgokat. Például valamelyik nap csináltam neki rántottát, tök jól nézett ki, de annyira rossz lett, tök sós lett, kiszáradt, hogy mondta, hogy ő kér inkább ketchupos kiflit, adtam ketchupos kiflit, és mondta, hogy maradjunk a csokapiknál. Szóval, szóval ő egy jó, tehát nekem szerencsém van, mert ő egy jó evő gyerek, tehát hogy egyáltalán nem félek attól, hogy ő neki valamilyen vitamin hiánya lesz, vagy alultáplált lesz, mert most 3,5 éves, és 3 cent és 20 kiló, tehát anyukám 16 kilósan ment iskolába, szóval idáig ér már nekem a gyerek, rengeteget sportol, mert tök sokat minden nap úsznak az oviban, imád futkosni, tehát van, amikor a rekordtámpáján, nyilván akkor az nem edzés, hanem csak egy hülyeségből futkos mellettem, amikor elmegyünk mondjuk a Margit-szigetre a játszótérre, eszi a húst, eszi a... Szóval én így nem, ezt a kérdést így nem erőltetem, hanem ami jól esik neki, azt adom, amit nem akar megenni, meg nem eszik, szóval
én is utálnám, ha megtömnének valamivel, amihez nincs kedvem. Köszönöm szépen! Szívesen!